Vendégeim két fiatalember, Géci Gábor, fizikus, az ELTE-n földrajz tanszéken tanít. Ugye? Jó estét, vagy jó napot, igen. Hát mind a kettő jó, még mind a kettő. Kollégája Szántai Lajos, művelődéstörténész. Üdvözlöm. Igen, szeretettel. Kérem, önök adtak nekem, azt mondja, egy gépapír nagyságú lap ez. Akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Ez egy idézet ugye már, és alatt a Magyar Akadémia Gödöllő, tehát a mozaik szót alkotunk, akkor az MAG, Magyar Akadémia Gödöllő. Környezetvédelmi alapítvány. Azt írják önök ennek a most már negyedik esztendejében lépett társaságnak. Igen, a nevében, társaság. Hogy a MAG, ugye a Magyar Akadémia Gödöllő, a MAG életcél az embernek, biztonság a családnak, jövőkép a nemzetnek. Aztán azt is írják önök, hogy az emberiség rákos, súlyos beteg, és nem nyúl gyógyszerért. Vár és szenved, mert nem tudja, milyen közel a segítség. Most kérem szépen, hogy súlyos szavak, vádak és prognosztikák. Tulajdonképpen mi a MAG? Visszatérve, hogy mennyire súlyos a vád, én azért természettudós vagyok, tehát hogyha valamit kimondok, azért illik felelni. Ez nem a képzelet világa, itt nagyon megalapozottan megvan mindennek az alfája és az omegája. A MAG az pusztán egy baráti társaság, ami azért jött létre, amiért a biológiai MAG. Hogy összegyűjtsük az információt, és hogy továbbadjuk ezt a tudást a túlélés érdekében. Nem az egyednek a túlélése érdekében, hiszen az egyed az elpusztul, hanem a faj túlélése érdekében. Akkor tulajdonképpen az, amit önök hirdetnek, az maximálisan globalizáció ellenes. Hát érdekes játék ez a globalizáció. A globalizáció az megfelel a fizikában a hőhalálnak. Amikor összemosok minden mindennel, összemosom a forrót a hideggel, összemosok vallásokat, összemosok népeket. Na most a világ úgy működik, hogy ez a sokszínűség mozgatja. Tehát ez maga a mozgatórugója a világnak. Ez nem egy következménye, ez a mozgatórugója. Na de ez a mozgat... Igen, ezt el lehet rontani, hiszen hát, most ha nézzük a globalizációt, akkor ugyebár azért most már Európa szerte kezdenek elsősorban ugye a nemzetállamok makacsul ellenkezni ezzel, tehát elkezd egy védekezés, tehát a rákos betegség ellen való védekezés, ez is foghatom? Hát, ha támad a betegség, akkor feltámad a szervezetnek az önvédelmi mechanizmusa. Szóval itt azt hiszik, hogy csak az ember az élőanyag, de ugyanúgy élőanyag egy nemzet, sőt, ugyanúgy élőanyag egy föld nevű bolygó, csak két számmal nagyobb kavártot hord minni, semmi különbség nincs. Amikor én azt mondom, hogy globális felmelegedés, akkor azt mondom, hogy lázas ez a szervezet. Amikor megtámadnak egy szervezetet, az első védekező mechanizmus, az első védekező reakció az a láz. Megemelem a testhőmérsékletemet, felgyorsítok folyamatokat. Ma ez történik. Uh-huh. És mit lehet csinálni például a felmelegedés ellen? Messzebbre vívő dolog. Hát először is, ha az ember utat téveszt, akkor visszamegy addig a sarokig, amíg még tudta, hogy hol tart. Tehát az emberiség utat téveszett. Na most az érdekes, pár évvel ezelőtt volt egy ilyen beszélgetésük, hogy vissza a jövőbe, és ez elég szépen megfogalmazódott. Tehát addig kell visszamenni, amíg az ember nem szakad még ki a természetből. Ugye, és aki a földön áll, az nem esett nagyot. Tehát valahol ott történt ez az űr, ez a váltás, amikor az ember kiszakadt a természetből. Egyszerűen körülvette magát egy várfallal, egy városfallal, mert valahol a városok megjelenése volt azért egy nagyon komoly határkő ebbe az egészbe, és azt mondta, hogy eddig az enyém, innentől a természet. Már nem benne élt a természetbe. Hát nézzük meg, ma mit csinálunk. Ma már teljesen mindegy, hogy nyár van, vagy tél van, teljesen mindegy, hogy nappal van, vagy éjszaka van. Ugyanúgy eszünk decemberben az epret, ugyanúgy viselkedünk, ugyanúgy éjfélig dolgozunk télen is, és nem veszünk észre univerzális törvényeket, hogy télen kevesebb az energia, ezért vonul vissza a természet. Ezért megy aludni. Na és arra mit mond nekem, hogy ezeket mind csináljuk? És amikor mégis valamennyi idő van, akkor meg hamburgert esznek az emberek, kólát isznak és nézik a televíziót. Na, és akkor most hát csinálni? Én sokáig nem értettem ezt az egész játékot, hogy miért esznek az emberek hamburgert, amikor az oldalas finomabb. Vagy egy iszonyú finom hajtogatott friss tepertős pogácsa, milyen finom. De azért pörköltről sem feledkezzünk meg, mert most a pörkölt, akkor ez a magyar ételek. Igen. Most, tehát viszont ez van most. Ez az egész világ, ez ma úgy működik, hogy valódi Istentől rendelt rendszereket műrendszerekkel vált ki. Valódi anyagot műanyagra, valódi nőt műnőre.
így működik a világ. Egyszerűen ez egy alapviselkedés mintája a világnak. És megetetik velünk, hogy ez jobb. De nem jobb, és erre szép lassan azért kezdenek rájönni az emberek is. Kérem szépen. Azt mondja, hogy a mag élet cél az embernek, biztonság a családnak, jövőkép a nemzetnek. Nos, hát akkor ez röviden megfogalmazva nagyon frappánsak, ezek kicsit bővebben. Azért például azt mondja, a mag élet cél az embernek. Következő helyzet. A mai világban az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan célt veszítettek. Cél nélkül pedig egyszerűen nincs értelme az életnek. Tehát az nem életcél, hogy holnap is be tudjak vánszorogni a munkahelyemre, és garantáltan annyit fizetnek az embernek, hogy holnap még be tudjon vánszorogni, és nem többet. Az embertől a célokat vették el. A hitet és a célokat. És ez a két dolog, ez nagyon összefüggő. Ha elég sokszor elmondják az embernek, hogy kicsi vagy fiam, hülye vagy fiam, az kicsi lesz és hülye lesz. Velünk ma ez történik. Elmondják, hogy innen származunk, onnan származunk, a majomtól meg a finnugroktól, és mi meg elhisszük. Elhisszük és kezdünk úgy viselkedni. A betegség is úgy keletkezik, hogy elkezd kialakulni az emberbe mentálisan, lelkileg. És utána szépen megjelenik testileg. Ha az embernek a szeretettel van baja, akkor előbb-utóbb szívbeteg lesz. Ha, mit tudom én, tartásával van baj, emberi tartásával, előbb-utóbb megjelennek a gerincbetegségek. Na most a Föld az ugyanígy működik. Ha az ember elszennyezi az elméjét, akkor előbb-utóbb megjelenik a szenny a fizikai szintet. Jó, konkrétabb leszek. A Dunatisza köze, ugye, teljesen elárult, elvadult, szikesedett, homokosodott terület, vagy a sivatag. Igen. Ez is egy következmény? Ez egy következmény, pontosan. Nézzük meg, senki nem figyel föl rá, hogy amikor ma felkiáltunk, hogy micsoda magas civilizációk, Mezopotámia, Egyiptom, Görögország, csak egyetlen kis prücök van, amit senki nem vesz észre, hogy ez ma mind sivatag. És akkor ez a magas civilizáció, ez a magas kultúra, vagy az, amelyik úgy adja át a Kárpát-medencét nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra, ahogy megkapta. Tisztán és működőképesen. Aki után nem maradt szemét, aki után nem maradt sivatag, aki után csak pár tarsó. Tehát itt van a rákos betegség, amiről ugye így van, kezdetni. Így van. Vegyük észre, hogy pontosan ott vannak a sivatagjaink, ahol a piramisok vannak. Ezek megfeleltethető rendszerek. Tizenvalány éve járom a sivatagokat, tényleg ungott baranyát bejártam, és egyszerűen például a gyökérkar. Tehát az egy olyan, ami csak fától keletkezhet. Tehát amikor ez keletkezett, ott fának kell lennie, és ezek viszonylag frissek, ilyen pár ezer éves nyomok. Szántai úr, a magnak a tevékenysége mit jelent az ön munkájában, vagy kutatásaiban? Nagyon konkrétan mondva, én inkább abból indulnék most ki, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy magyar. Tehát a magyar népnév, és akkor talán ezzel nagyon könnyen lehet válaszolni. Ha én elkezdek azon gondolkozni, hiszen minden népnek megvan a maga neve, minden népnek a maga nevében megjelenik a küldetése. A magyar népnév az egészen egyszerűen csak annyit jelent, hogy magerő. Tehát ha én a magyar népnevet értelmezni akarom, akkor ebből a népnévből a magerőt lehet teljesen, hitelesen, nyelvészetileg is kiolvasni. Egyetlen egy kérdés marad, hogy a magyarság ezt a magerőt tudja-e működtetni. Na most természetesen egy nép esetében ez nagyon sokféle síkon megjelenhet, de hogyha mondjuk ezt az erőt a kezéből ki akarják venni, akkor a legelső lépés az az természetesen, hogy én egy népnek megpróbálom az identitását elvenni. Tehát, hogy ne ismerjen rá saját küldetésére, saját önazonosságát ne élje át a nemzetnek a legemelkedettebb szintjén. Ezt csak úgy lehet megvalósítani, hogyha én folyamatosan és hatalmas nagy erőkkel mérgezem és szennyezem a tudatát. Egy nagyon egyszerű történelmi példával szeretnék megint csak mindezt, amit elmondtam, illusztrálni. Amikor Árpád vezér bejött a hét magyarral a Kárpát-medencébe, amikor a magyarok beérkeztek a Kárpát-medencébe, akkor pontosan tudták, hogy hova érkeznek be. Azt is tudták, hogy mi a magyarság küldetése a Kárpát-medencében, hiszen ezt Anonymus nagyon szépen leírta. Árpád vezér egy örökség átvételére érkezett meg, ez Attila király örökségének átvételét jelenti, és Árpád vezér állandóan elmondja azt, hogy a Duna-Tisza közén elterülő föld, azaz ő ősapjáé, Attila királyé volt, és ő a jogos örökség átvételére érkezik. Ezek szerint akkoriban a Duna-Tisza közén nem úgy nézett ki, mint most, hiszen nehéz lett volna ott élni. Hát mindjárt jön a lényeg.
Természetesen, amikor Árpád megérkezik, ő éppen azért érkezik meg, mert az akkori kornak azon a szintjén éppen az a helyzet van a Kárpát-medencében, mint ma. Tehát ez azt jelenti, hogy kis népek a Kárpát-medencét testéből lemartak maguknak darabokat, tehát a Duna-Tisza közé beékelődtek a görögök, a Dunán túlon a rómaiak és a németek, északról érkeztek a szlávok, aztán délkeletről még jöttek a bulgárok, tehát tulajdonképpen bármennyire hihetetlen, Árpádék egy trianoni helyzetet tettek a beérkezésükkel jóvá, hiszen a Kárpát-medence szét volt darabolva, és hogy hogyan lehet a Kárpát-medencét egységesíteni. Na most azon kívül, hogy Árpád Attilára hivatkozik, és ebből engedni nem lehet. Tehát ha én nem tudom, hogy ki Attila király, a magyar történelmet nem tudom felépíteni. Nem véletlen, hogy Attilát metszik le legelőször a múlt században a magyar történelem. Bocsánat, meg hallgató van vonalban, hogy halló, halló. Jó estét kívánok. Kezdjét csokrom, tessék parancsolni. Én Kispesttől beszélek. Igen. Legutoljára a múlt csütörtökön beszéltem szerkesztőről este. Igen. Löpenre hivatkoztam, és arra, hogy tulajdonképpen a magyarságnak a lelkét vették el. Ezért tudtak tőle annyit elvenni. Nem tudom, visszateszik. Emlékszem, hogy nem. Az urakat is tisztelettel és szeretettel üdvözlöm, és úgy érzem, hogy amit ők itt mondanak a magról, az önazonosság tudat, annak a kiépítése utoljára nálunk Magyarországon a Horthy rendszerben működött jól. Én akkor még gyerek voltam, de visszaemlékszem rá, hogy mindenki tartozott valahova. Megvolt az önazonossága. A világháború nagy kivérzése után, meg a 19-es kommun után, és az erre rájött trianoni szétszaggatás után Horthy Miklós itt egy olyan országot teremtett, ahol az emberek magukra találtak, és mindenki tartozott valahova. Emlékszem, mi diákok, a diákokhoz, cserkészek egymáshoz, iparosok, leventék, a nagynénéim akkor énekkarokba jártak, voltak iparos bálok, kereskedő bálok, tehát mindenkinek megvolt az önazonosság tudata, és hát amikor a nagy 30-as gazdasági válság úgy kezdett feloldódni, és magukhoz tértek az emberek némileg anyagilag is, öntudatilag is, kialakult egy olyan jól működő társadalom, amilyenhez hasonló, tehát most is kellene. Hát ehhez, erre kellene törekednünk, úgy érzem. Nem tudom, hogy egyet lehet-e ezzel érteni, amit elmondtam, és mit gondolok. Tessék. Hát ezzel maximálisan egyet lehet érteni, hát erről van szó, hogy gyakorlatilag. Én csak egyet válaszolnék. A magyar úgy fejezi ki valaminek a legfontosabb dolgát. Gondoljunk egy gépre, hogy ez, ennek a gépnek ez a lelke. Igen. Tehát itt ez a legfontosabb, valóban a lélek. Ha ezt elveszíti egy ember vagy egy nép, akkor onnantól kezdve úgy fog működni, mint egy droid. Kívülről vezérelt lesz, nem belülről vezérelt. Ha az ember elveszti a tartását, elveszti a hitét, elveszti a lelkét, elveszti a lelkiismeretét, annak vége van. Az onnantól kezdve az egy droid. És ezt próbálják ma elérni az emberekkel sajnos, és ez a veszélyes. Hát igen, én is ezt említettem a múltkor, és most is erre utaltam, hogy ezt érzem a legnagyobb veszteségnek, és ha a szerkesztő visszaemlékezik, ugye a Izraelben kikkel harcolnak a palesztinok. Most éppen. Hát ugye azt mondtam a múltkor, hogy úgy érzem, hogy olyan helyzetben vagyunk, mint a palesztinok. Igen, emlékszem, hogy kicsit. Azzal a különbséggel, csak azt a múltkor nem fejtettem ki, hogy ők nem vesztették el a lelküket, mert legalább harcolnak. Mi pedig magyarok nagyon sok vonatkozásban, és nagyon sokan megadták magukat. Köszönöm szépen, hogy hívott és elmondta nekünk. Köszönöm. Beszélgetünk szépen, tovább, jó? Kezét csokrom. Jó rádiózást kívánok önnek. Nos, uraim, ezek itt már bele is mélyedtünk anélkül, hogy elkezdtük volna, már benne vagyunk. Sok eszközzel lehet harcolni, nem kell feltétlenül fegyvert fogni. A fegyver az a fizikai színnek az eszköze. Tehát azzal a fizikai szinten lehet küzdeni. Csak egyetlen egy baj van, még egyszer mondom, hogy ezek a dolgok nem fizikai szinten történnek. Tehát ezt a harcot nem fizikai szinten kell megvívni. Ezt a harcot szellemi szinten kell megvívni. A következőképpen működik a Föld. Egyszerűen vírusos. A vírus semmi egyéb,
csak egy hibás információnak a bejuttatása a rendszerbe. Azt mondom a szervezetnek, hogy mostantól kezdve nem magadat fogod építeni, nem sejteket fogsz szaporítani, hanem mondjuk engem fogsz szaporítani, a hibás információt. És a szervezet elkezdi a hibás információt szaporítani. Ma ugyanígy működik a Föld. Egyszerűen azt mondom, hogy jobb a Big Mac, mint a sült oldalas. Most mondtam egy hülye példát, elnézést érte, de legalább látszik, hogy miről van szó. És ha elég sokszor elmondom, hogy jobb a Big Mac, akkor jobb lesz a Big Mac. És ha elég sokszor elmondom, hogy kicsi vagy, hülye vagy, fiam, vagonkérdés vagy, kompország vagy, akkor valóban így fogunk viselkedni. Szóval ez a gond. Ott maradtunk az imént ugye Szántai úrral, hogy Attila nélkül nem érhet medelmezhető. Lehet, hogy ostobaság, nekem az jutott eszembe, hogy mondjuk, hogy mi a magyar, hát és mégis azért Hungária van kiírva a sportolóink mezére is, és itt az Attila is. Tehát itt is van egy kis csavar ebben az egész ügyben, nem? Hát persze, tovább él a hagyomány. Attila nem azért jön be a képbe, mert az ember feltétlenül ragaszkodik az őseihez. Egyébként feltétlenül kell ragaszkodni, mert én jelen pillanatban most azért vagyok itt, mert voltak őseim. Tehát ha a történelem nem élő képződmény lenne, akkor az soha nem lehetne meghamisítani. A történelmet élő emberek alakították, formálták, és mi ennek, ezeknek az élő cselekedeteknek, élő embereknek vagyunk az utódai. Tehát ez egy életfolyam. Na most ezt az életfolyamot a Kárpát-medencébe, ha hihetünk, és miért ne hihetnénk a középkori forrásoknak és a népi hagyományoknak, ezt egy személy indítja el. Ez a mindannyiunkban élő személyiség, ez Attila király. Azért mondom, hogy mindannyiunkban élő személyiség, mert például ez Rényi Miklós költő és hadvezér a maga idejében azzal találta megoldottnak a Kárpát-medence helyzetét, hiszen akkor két pogány között vergelődött az országa, német medve és a török sárkány emésztette az ország testét. És Erdélyben valami, mégiscsak valami nemzeti önállósággal a nemzet vissza tudott vonulni és töltekezni tudott, valami mégiscsak fent tudott maradni. Na most ebből a helyzetből hogyan lehetett kijönni? Bármennyire hihetetlen, mert itt Magyarországon ma igazából a legnagyobb szennyeződés az ember tényleg lelki-szellemi síkon éri. Tehát ha én nem tudom azt, hogy az ősök miért jöttek be a Kárpát-medencébe, ha én beveszem azt a még rossz mesének is nevetséges állítást, hogy néhány száz vagy néhány ezer besenyő beűzte itt a magyarokat a Kárpát-medencébe, és azért találtunk ide. Hát ezeknek a történészeknek azt kellene mondani, hogy és ezek a besenyők, akik beűztek minket, miért nem űztek tovább bennünket? Tehát aki a Kárpát-medencébe be tud rendezkedni hosszú távon, az csak magas kultúrával rendelkezhet. Én a történelem oktatást földrajzoktatással kezdeném el, tehát minden történelem órát gyakorlatilag úgy kellene egy mai történelem tanárnak bevezetni, hogy megmutatja, hogy a Kárpát-medence vagy Magyarország Európában hol van. Európa kellős közepén van. Tehát ez nem kompország, ez nem átjáróház, ez Európa szíve, ez Európa központja és magja. De én azt mondtam arra, ugyan közben, hogy ugye Árpád, amikor idején, akkor a trianoni helyzetet old meg. Igen, pontosan. Én azt mondom erre, és nagy gondolkodóink után természetesen nincs olyan nap alatt, hogy amikor Trianon bekövetkezik, akkor viszont azért bünteti meg Európa Magyarországot, mert megvédte Európát. Azért ezzel vigyázzunk, mert mondtam már, hogy egy nemzet is úgy viselkedik, mint egy egyén. Tehát az is lehet beteg. A betegséget akkor kapja az ember, ha eltér a céljától. Ha egyszer a magyarság célja az, hogy gyógyítsa a világ népeit, és tanítsa, és ez a nép nem ezt csinálja, akkor kapja a pofonokat, akár egy ilyen Trianon formájában. Természetesen meg kell emlékezni róla, és állandóan eszünkbe kell, hogy véssük, de ugyanakkor le kell vonni lassan a tanulságait is, hogy miért kaptuk. És amikor a Felvidék Erdély egy része visszakerült, akkor megint ott lett volna a lehetőség rá, hogy úgy bánjunk ezekkel a területekkel, ahogy bánni kell, és nem úgy bántunk. El kell olvasni Vas Albertnél, hogy a bevonuló magyar hadsereg miket csinált.
Uh-huh. Az a pökhendi, az a magaslóról, a saját fajtestvéreinkkel, ha ezt csináljuk, akkor mit csinálhatunk az idegenekkel? Szóval egyszerűen úgy látszik, hogy ez az ország nem érett még arra, hogy a szerepét csinálja. És amíg nem érik meg rá, addig nem kapja meg a feladatot. Én hogy, nem adom oda a kocsit a gyereknek, amíg nem tud vezetni. Jó, hogy fog meg? Na jó, de akkor nem mindegy, hogy mikor érik meg, mert hogy az idő múlik, és az óriási tragédiával jár. Az idő múlik, de azért lassan érik ez az ország. És például a globalizáció, például ez a nagy Európa, ez pont ez gyorsítja. És ez a jó benne. Mindennek van jó és rossz oldala. Tehát elkezd védekezni a nemzetállam. Így van, pontosan. Elkezd a nemzet védekezni. Ez olyan, mint a sok terápia, ugye? Hogyha szép lassan gyűlik az emberbe valami, akkor úgy nem foglalkozik vele. Hogyha hirtelen kapja pofonként, akkor már észhez tér. És ezek a dolgok bizony így működnek ma. De hát uraim, mi arról beszélgetünk, hogy mi volna a jó, az ideális, és hogy vissza kéne nyúlnunk, vissza kéne menni a jövőbe, ahogy itt az imént nem néhány percet mondta. Ezen közben pedig hát azt látjuk, hogy műanyagból eszünk, műanyagot dobunk el, minden további nélkül. Tehát elherdáljuk mindenünket. Eleve arról szólna a játék, hogy mindenki hagyja ott a kocsit a fenébe, mindenki mondjon le egy csomó kényelmi dologról. Igen ám, de az ember önként nem mond le róla. Mert olyan az ember. Én is olyan vagyok. Én is nagyon jól tudom, hogy mit kéne csinálni, mégse biciklivel járok be Gödöllőről. Most nézzük meg. Tehát a Föld az úgy működik, hogy óriási szabályzó rendszerei vannak. Többek közt ilyen a hőmérséklet szabályzás. Az ember ebbe piszkált bele, amikor elkezdte a szenet, kőolajat, stb. Égetni. Na most ma az történik, hogy egyre szélsőségesebb lesz az időjárás. Egyszerűen azért, mert a finom szabályzása már nem működik a Földnek. Na most egyre szélsőségesebb lesz, ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb meleg, egyre nagyobb hideg, egyre több koncentrált csapadék. Hát háromszor volt olyan tavaly, hogy a fél éves csapadék lehullott egy-egy területre, pár óra alatt. És utána egyre nagyobb asszály. Ugye nemrég volt az árvíz, már mindenütt locsolni kell, mert különben nem kell ki a vetés. Na most egyre szélsőségesebb lesz az időjárás, és ez a fajta emberi civilizáció, mert nem nevezném kultúrának, ez a fajta emberi civilizáció ezt nem tudja követni. Tehát amit megcsinált az ember, hogy régen mínusz 30 fokokban is ott volt a vert falu ház, aminek 80 centis vert fala volt, ott volt az erdőből összeszedett tüzelő, ott volt minden kéznél és a háznál, egy ilyen önellátó valami, egy alulra építkező családi gazdaság, ezt kibírtam. Most, amikor Szibériából kapjuk a földgázt, és azzal fűtünk egy több ezer kilométeres sebezhető, vacak, vékony valami, mi van akkor, ha nincs gáz? Belegondolt már ebbe valaki? Pedig az a helyzet, hogy mínusz 10 fok alatt ugye úgy kell kirobbantani a vagonokból a szenet, és mínusz 23 foknál megfagy a földgáz. És lesz mínusz 23 fok, meg még lesz több is, mert egyre szélsőségesebb az időjárás. És ez a fajta civilizáció, amit építettünk, ez nem tudja ezt követni. Ez túlérzékel, pont azért, mert nagyon koncentrált. Tehát amennyire csak tudtuk, figyelmen kívül hagytuk a természetet. Így van, és a természet bekopogtatott hívén hozzánk, azt, hogy nem így működik. Mi pedig azt hittük, hogy megelőztük akár, leköröztük akár. Ideig, óráig meg lehet erőszakolni a természetet, de fölül kerülni azért nem lehet, mert mi vagyunk a természet, mi is a természet része vagyunk. Tehát ma az emberiség úgy működik, mintha egy rákos sejtje lenne ennek a földnek. Valamikor egészséges sejtje volt. Tehát gondját viselte a teremtett világnak. Hát ezért kaptuk tovább gondolásra a teremtést. Na most ehelyett nem azt csináltuk. És miután hibásan viselkedünk, ez a reakció rá a természetnek, ami a reakciója. Na most van egy érdekes, hogy egyszerűen ez a fajta civilizáció nem tudja ezt elviselni, de egy szerves civilizáció, tehát ahogy régen éltek az emberek, az gond nélkül át fogja vészelni ezeket. Tehát egyszerűen a természet magától fogja kiválasztani azt, hogy ki mehet tovább és ki nem. Mi na de hát, és ha nem hagyjuk neki? Nem tudjuk, tudjuk legyőzni. De itt már nem erről szól majd a játék, hanem arról szól a játék, hogy a természet kit hagy életben, és kit nem hagy életben. Egy nagyvárosban nem lehet majd életben maradni. Nem lesz víz, nem lesz villany, nem lesz gáz, nem lesz mit tenni. Mikor a prognoszidálja ezt? Ez most úgy. 10 éven belül. Félelmetes dolgokat mond. 10 éven belül. Van telefonálunk. Jó, halló? Jó estét kívánok, itt Prisszár Dezső vagyok. Üdvözlöm, tessék, parancsolom. Üdvözlöm a professzor urakat is, és önt is, Franka úr. Hát engedjék meg, hogy én is hozzászóljak ehhez a globális felmelegedés témájához. Olyan értelemben, hogy én ugye egy idősebb korú ember vagyok, aki még akkor is dolgozott vidéken a paraszti mezőgazdaságban, amikor még nem voltak TSZ-ek. Na most ugye akkor
olyan érdekes dolgok voltak, hogy például nem permeteztünk, nem műtrágyáztunk, és nem vásároltunk drága talpokat, és Magyarország Európa éléskamrája volt. Igen. És teljesen egészséges, teljes biotermelés volt az egész országban, és rendkívül... Hát csak az folyt, ugye, csak az folyt, mert hogy csak az állati trágyával trágy. És rendkívül olcsó, és ráadásul beltartalmi érték ezeknek a szerves trágyáknak sokkal hatásosabb volt, mint bármilyen más műtrágya, hiszen 36 féle komponens volt bele, van 3-4 esetleg. Na most, ugye miután a TSZ-ek megalakultak, elkezdték vegyszerezni a talajokat, ugye, különböző sókkal átszíkesedtek a talajok, a szerves trágyát, ami tulajdonképpen igazi trágya lett volna, azt nem kaptam, mert ugye állatállomány lecsökkent, és ráadásul elkezdték permetezni a növényeket, mert a növények elgyengültek, ugye, szerves trágya hiányában legyengültek, és a monokultúra is hozzájárult ahhoz, hogy a növények, ugye, az egyoldalú kórokozók elszaporodtak hatalmas területeket. Teljesen igaz. Permeteztek, agyon permeteztek, mérgeztek, borzasztó költséget, több mint 20-30-os költséget tudtak előállítani dolgokat. Olyan sötét irányba indult el ez a TSZ-esítéssel a világ Magyarországon, hogy ez fölmérhetetlen. Nagyobb kárt okoztak az utóbbi 30 évben a földön az emberiség, mint az elmúlt 3 millió év alatt. Teljesen igaza van, de nézd meg az okát. Kié volt a föld a TSZ-ekbe? Hát igen. Igen. Szóval ez a baj, igen. Amikor az ember elfelejti, hát meg kell nézni, hogy régen mit csinált egy paraszt. Igen. Ugye a gazda szeme ízlalja a jószágot. Igen. Hát ha igen. Nincs gazda. Igen. Hát szóval itt volt a bökkenő ebbe az egészbe, hogy így vigyáztunk a teremtett világra, és abban a pillanatban, hogy elfelejtem, hogy az az állat, az egy élőlény, akkor megkapjuk azt, ami ma Európában van. Igen. Hogy felnő 2x1 méteren egy állat, neonfénybe, mert még az Isten szabad napját se látja szerencsétlen, mesterségesen megtermékenyítik, még ezt a csöppélvezetet is elveszik tőlük, és így szép lassan felhízik, vagy nem is tudom, inkább azt mondom, hogy a tömege gyarapszik, mert az nem hús, ami rajta van, hanem valami, nem is tudom, micsoda. Ezek után rázzák 2 napig egy nyitott teherautón, ezek után elviszik az vágóhídra, ahol hallják a saját fajtársaiknak a halálüvöltését, ugye? Igen. És mi ezt tesszük meg. Hát... És ezektől a tápoktól, amint Angliában is tudjuk, ez a szivacsos gyulladás, ugye, vagy betegség, ugye, ez tulajdonképpen egy degeneratív elváltozás. Saját faját kellett megenni, hát így van pontosan. Így van, így van. És a mérgezés következtében Magyarországon például a TSZ-ek megalakulását a 30-szorosára nőtt például a rákos megbetegedések száma. Tehát minden szempontból egy sötét korszak köszöntött ránk. Van egy nagyon jó keleti mondás, hogy azzá válsz, amit eszel. Igen. Most, ha az ember szemetet teszik, köszönjük szépen, ez szóval. Tényleg egy értékes beszólás. Van másik telefonunk is, tessék gyorsan befejezni, és akkor... Hát, ha az ember szemetet teszik, akkor egyszerűen szemétté válik. Ilyen egyszerű ez a játék. Erről még beszélgetünk, csak a telefonáló. Haló! Igen. Üdvözlöm, tessék parancsolni. Jó napot kívánok. A következőt szeretném mondani. Ha az illető, akkor azt mondja, abszolút biotermelés, akkor hány ember halna éhen, milyen terméshozamok jönnének, hogyha úgy gazdálkodnak, mint ezelőtt 200 évvel? Meddig akarunk visszamenni a természethűségbe? A kőkorszakba? Amikor tényleg nem volt semmi vegyszer. Igen, és bizonyos fokig is azt, ami nem káros, azt fel kell használni, legyen az vegyszer, legyen az géntechnika, géntechnológia, és az ipart meg nem lehet megfogni, mert az ipar az olyanoknak a kezébe van, akiknek minden szabad. Igen, köszönjük szépen, minden jót. Uraim, önöké a szó. Azért van hatalma fölöttünk ezeknek az embereknek, mert mi megveszük a termékeiket. Hogyha az ember azt mondja, hogy mostantól nem veszem meg ezt, azt, amazt, akkor egyszerűen nincs hatalma fölöttünk. A mai világ úgy működik, hogy mindenkit félelembe tart, és a félelemnek benne van a nevében, hogy micsoda. Félelem. Nem ismerjük a teljes rendszer működését, nem tudjuk azt, hogy magunknak elő tudjuk állítani az élelmiszert is, az energiát is, és az egészséget. Valamint az úr azt mondta, hogy azért annyit nem lehet visszamenni. Annyit kell visszamenni, amíg még tudom az utat. Tehát nem azt mondom, hogy kőbaltával verjük egymást agyon, de odáig igenis vissza kell menni, amíg még működött az emberi civilizáció és az emberi kapcsolatok. Van telefonálunk. Haló? Jó estét kívánok! Volt szó erről a táplálékról, hogy a táplálékot valakik előállítják. Ezek a lelkek, akik előállítatják, illetve olyan kormányszintű rendeleteket hoznak, hogy a táplálékot és hogy milyen táplálékot állítassanak elő. Egy idő után, hogyha nem kapnak testet egy területen, hogy leszülessenek, akkor egy idő után nem fognak tudni hatni annak a nemzettestnek az érdekében. És én azt szeretném megtudni, amit sejtek, hogy már történt ilyen, de hogy
milyen lépések vannak olyan téren, lehetőség szerint tudja azt egy magyar asszony, hogy az ő méhének a gyümölcse az mit szül. Ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen! Viszont hallásra! Minden jót, viszont hallásra most! Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés és felvetés volt, de megmondom őszintén, hogy déloszi mélybúvárnak kellene lennem ahhoz, hogy én most erre úgy válaszoljak, hogy az elfogadható legyen. Ha jól értettem, leszülető lelkekről volt szó, vagy valamiféle leszülető szellemiségről, amelyik mondjuk egy nép körében testet kell adni. Hát, ha az értelmezés jó, akkor viszont ennek elég félelmetes olvasata van, mert lassan nem lesz nép, ahova le tudjanak születni lelkek. Tehát most egy olyan periódusát éli az emberiség, hogy ezzel a túlzott globalizációval, tömegkultúrával, tulajdonképpen az, hogy ami őt az anyagi világban körbeveszi, az a legnagyobb baj, hogy panelelemként ezek vannak a belső világban is. Tehát tulajdonképpen ezért találták fel a klónozást, mert maga az emberiség már egy olyan úton jár, hogy a világot irányító hatalmaknak, és ez most eléggé misztikusnak fog hangzani, nincs szüksége gondolkozó, érző emberi lényekre, ugyanis a globalizáció az emberi mentalitás teljesen érthető módon szépen lassan leépíti, és egy olyan emberiség réteget próbálnak kitermelni, ami egyébként Madács Imre ember tragédiájában világosan, gyönyörűen megfogalmazódik. Ő nem a kommunizmusról beszél ott, hanem a globalizációról. Óriási a különbség. Na most ezért fontos az, hogy én tudom, hogy mi a mag. A magot ugyanis hamisítani nem lehet. Ha van egy szem búzamagom, ami még igazi búzamag, azzal újra tudok indítani egy termést. Akárhány zsák konkolyom van, azzal már nem tudok semmit kezdeni. Egy nagyon szép népmesei példával szeretném érzékeltetni ennek a leszületés-születés emberiség sorsa helyzetet. A magyar népmesék egyik klasszikus főszereplője az ördöngös szüle. Na most az ördöngös is jelent valamit, meg a szüle is. Az ördöngös szüle egy óriási nagy szövőszék mellett ül. Balra dobja a vetélőt, lejön egy sötét gyalogos. Jobbra dobja a vetélőt, lejön egy dragonyos katona. Mind a kettő feketében van. Na most a szüle, az ördöngös szüle más sem csinál, mint ide-oda dobja a vetélőt, és gyártja az egyforma embereket. Ez egy félelmetes jövőkép, és ehhez nekünk nem kell visszamenni, hogy itt elhangzott a kőbaltához. Itt lehet igazából érzékelni, hogy az a világ, amiről mi itt legalábbis hitem szerint beszélünk, az számol ezzel az eltorzult jövővel, viszont az eltorzult jövő nem számol az egészséges múlttal. Na most mi ennek az egésznek a lényege? Ha én tudom, hogy ez egy ördöngös szüle, ha tudom, hogy hogyan történik a szövés, tehát védj egy sejtet és szaporítsd, és vetélések sorozatán keresztül megkapod a tömegembert, vagyis megkapod a klónozott embert. Ez gyakorlatilag egyetlen egy nép tudja most, ez nagyon patetikus kijelentés lesz most, ezért csoportosulnak a Kárpát-medence körül a globalizáció erői, mert ha a magyarság nem talál rá a küldetésére, akkor gyakorlatilag az ördöngös szüle, vagy bármelyik a valuta alapot nevezem meg, Strasbourg, teljesen mindegy, szemünk láttára legyártja a jövendő nemzedékeket, akik tényleg inkubátor nemzedék lesz, és ezért már mi leszünk a hibásak. Pont azok leszünk a hibásak, pont az a generáció, aki nem figyelmezteti most időben azokat a tizenéves gyerekeket, hogy mi már azt a sok dumát, amit itt elmondtak 40-50 éven keresztül hallottuk. Akkor azt úgy fejcímezték az újságokban, világproletáriai egyesüljetek. Most úgy jelenik meg mindez, hogy világfogyasztói egyesüljetek. A globalizáció és a kommunizmus gyakorlatilag egy és ugyanaznak a romboló eszenciának a két oldala. Uraim, telefonálóink vannak nagyon sokan. Halló, halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, tessék parancsolni! Két kérdésem lenne az urakhoz. Az egyik az, hogy ugye az energia kapcsán merültek fel kérdések, hogy az atomenergiához mit szólnak
hogy atomenergiával való viszony micsoda, ugyanis hát az atomenergia használat az a felmelegedéshez nem járul hozzá, egy viszonylag tiszta energiaforrásnak nevezhető. A másik kérdésem az az, hogy olyan újabb dolgok, mint például internet, mi a viszonyuk. Itt különösen arra gondolok, hogy az internet egy olyan szabad hálózati lehetőséget is magába foglal, hogy hát most nem tudom jobb. Halló? A biodiverzitás mintájára egy kultúra diverzitás eszköze, médiuma tud lenni az internet, mert a nagy fogyasztói rendszereken kívüli gyakorlatilag teljesen szabad hálózat tud fölépülni, mint ahogy sok helyen épül is már, és az azonos érdeklődésű és a tömegfogyasztásban részt nem vevő, vagy kevésé részt vevő emberek találják még egymást az interneten. Köszönjük szépen, mert van más telefonálunk is, az urak majd válaszolnak. Halló, halló! Halló, tessék, parancsoljon! Kívánok, üdvözlöm! Rendsz vagyok. Nagy élvezettel hallgatom ezt a beszélgetést, és én csak egyetlen mondatot szeretnék hozzáfűzni, egy kicsit patetikus lesz, de Berzsenyi szavaival élve, és azt hiszem ez a rádiónak is jelmondata lehetne, hogy nem sokaság, hanem lélek, és szabad nép tesz csuda dolgokat. Ja. Ennyit köszönöm a leszületésekről szóval. Mi is köszönjük önnek. Köszönjük szépen, nos, ez tényleg egy jó kapcsolódási pont. Szóval itt azt hiszem, hogy a Kárpát-medencét és a magyarságot azt mindig a minőség határozta meg, és nem a mennyiség. Nézzük meg a szürke marhát. Nem ad sok húst, nem ad sok tejet, de stabil és legyőzhetetlen egyszerűen. Na, visszatérnék az atomenergiához. Szóval régen kölcsönkértünk a természettől dolgokat, és visszaadtuk a természetnek. Tehát úgy működött régen az ember, hogy segítek a természetnek, és a természet visszasegít. Kimegyek az erdőbe, megtisztítom az erdőt, elhozom egyszerűen a száraz fát, és az erdő cserébe megtisztít engem, és meleget ad. Na most ezt cseréltük föl arra, hogy bizonyos föld alatti sötét erőket használunk, mert akármit mondok, a szén, a kőolaj, az erről szól. Na most ez egy sokkal nagyobb élőlénynek, egy föld nevű élőlénynek a zsírja tulajdonképpen. Tehát az egész hőmérséklet szabályzása úgy működik a földnek, hogy a széndioxid vezérli. Amikor kevés, tehát alacsony a hőmérséklet, akkor az élet visszavonul. És az állandóan pöfögő vulkánok besűrítik a légkört széndioxiddal, tehát megint vissza melegszik a légkör. Amikor nagyon nagy melegek vannak, akkor elburjánzik az élet, és kivonja, ugye minden, ami élőlény, a szenet von ki a természetből. A növény, az algák, az emberek, csontja, stb. Tehát így működik. Tehát gyakorlatilag ebbe a rendszerbe nyúltunk bele, a földnek egy szabályzó rendszerébe. Amikor uránt használunk, illetve atomenergiát használunk, akkor egy még nagyobb szabályzó rendszerbe lépünk bele, ami az univerzumban működő szabályzó rendszer. Tehát ezek a rendszerek nem nekünk szólnak. Lehet, hogy ma úgy tűnik, hogy csendes és tiszta, mint ahogy úgy tűnt a szén is, meg a kőolaj is annak ideje, hogy csendes és tiszta, és nem kell fát vágja. Csak nem a miénk. Ennyi a gond vele. És akkor internet. Hát az internet egyetlen egy dolgot érdemes róla elmondani, világháló. Tehát ha én globalizálni akarom a földet, tehát az államokat egybe akarom fogni, ha a tömegkommunikációt akarom stabilizálni, akkor erre feltétlenül szükség van, ugyanis az embert leneveli a gondolkozásról. Tehát az információt, a jól értesültséget azzal, hogy én belső meggyőződés által élmények és tapasztalatok révén tudok valamit a világról vallani, ezt nem lehet egy napon emlegetni. Tehát amennyi az előnye, hát én nem is tudom egyáltalán, hogy van-e neki előnye, de talán Gábor mester tud hát, róla valamit mondani. Tulajdonképpen kaptunk egy újabb csöcsöt. Eddig három csöcsön lógtunk, az energia, az élelmiszer és az egészség. Ha bármelyik hibázott ebből a háromból, akkor ugye manipulálhatókká váltunk. Na most kaptunk egy plusz csöcsöt, az internet. Már az információtól is függünk. Tehát ezek mind függőségek, és ez a függőség növeléséről. Uraim, milyen stádiumban ez a betegségnek? Nagyon, nagyon borulátóan beszélnek. Én egyáltalán nem beszélek borulátóan. Én hadd mondjak el egy mesét végeztével, mert már úgy látom, hogy itt igen szűkösek, és kiszámoltak a perceink a stúdióba is, nem csak a földön. Az pedig az, hogy miről szólnak a népmeséink, mert azért van némi tanulsága. Elindul a három fiú otthonról.
A legidősebb minden jogrendben, ők a pénzfegyverparipát, mindent örököl. A középső az valamit még kapogat, a legkisebb az annak gyakorlatilag fizikai síkon, fizikai szinten semmilyen nincs, hamuba sült pogácsája. És elkövetkezik a feladat. Igen ám, csak itt van a pricök, hogy a feladat az nem fizikai feladat. Nem a holdra kell szállni, nem a természetet kell legyőzni, hanem egy lelki feladatról van szó, meg kell letetni az egeret. És a két idősebb testvér elbukik a feladaton, és kővé válik. Figyeljük meg a kifejezést, kővé válik. Ezek után Balag tovább a legkisebb fiú, ő ugyanis megoldotta a feladatot a lelke segítségével, és megkapná a jutalmat, a fele királyságot és a királyányt. Igen ám, de ő azt mondja, hogy nem, köszönöm szépen, én visszamegyek, és a kővé vált testvéreimet elhozom. És számomra és számunkra, itt most a mag nevében beszélek, ez a magyarság. Egyszerűen tényleg arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítsuk, hogy ezeket az embereket, akik valamiért utat tévesztettek, valamiért bele süllyedtek a fizikai világba, a fizikai világ mocsarába, innen kiszabadítsuk, lepucoljuk, azt hazavigyük. Kérem szépen, amit elmondanak, gyönyörű, csak hogy éppen a tendencia nem erre utat, tehát egészen másod a tendenciák. A tendenciákat mi csináljuk, és a mi fejünkbe létezik. Kérem szépen, ezt is elfogadom, na de, tessék már beszélni az emberekkel is akkor. Hát azt tesszük. Szóval az önök, még egy pár percünk van, két percünk, az önök emblémája, ugye? Magyarázz el nekem, hogy alul egy kör. Hát egy magból kiinduló kettős kereszt, és ennek a kettős keresztnek nincs teteje, hiszen ez az égig érő fa. Ez az, ami megmutatja utat, hogy hogy lehet ebből a rendszerből kimenni. Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, vendégem volt Géczi Gábor, fizikus, és Szántai Lajos művelődéstörténész. Hát uraim, nem beszéltük meg, de itt a nagy érdeklődésre volt tekintettel, hogyha idejük engedi, jövő héten már az egy hétre, 7 órakor ismét szívesen várom itt önöket. Hallgatókat nagyon érdekli, rengeteg telefon van, és a dolgok érdekesek, lehet velük vitatkozni természetesen, fognak is a hallgatók bizonyára. Úgyhogy akkor egy hét múlva, 7 órakor ugyanitt. Addig is köszönöm. Köszönjük a figyelmüket.